Ballagás a Csukás Zoltán mezőgazdasági szakközépiskolában. A városban hagyomány, hogy traktoros felvonulással búcsúznak el a végzős diákok Csornától. A Ballagás ünnepségből láthatnak összefoglalót. Szülők, tanárok, meg annyi barát. Most iskolátok olyan sarkítába, hívogatóan nagyvilágra. A tanév egyik legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a végzős tanulóinkat, az őket ballagtató osztályfőnököket, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlévőt. Kedves vendégeim!
Kérem, hallgassák meg Nyelves Kristó, 10. osztályos tanulót, aki az alsó évfolyamosok nevében köszön el a ballagó diákoktól. Kedves ballagó diáktársaim, kedves vendégeim! Alsó évfolyamos társaim nevében köszöntöm a végzős diákokat, osztályfőnökeiket, a kedves szülőket, hozzátartozókat, valamint iskolák valamennyi munkatársát, tanulóját, minden kedves jelenlévő. Nagy megtiszteltetés itt állni, elnyelvelve, szembenézve azzal a közönséggel, aki egyszerre jelenti a múltat, a jelent, a jövő. Ez a három szó határoz meg minket, emberek. Ezek vagyunk mi. Emlékeink, tetteink és álmaink összessége. Ballagó diáktársaim, ma, amikor búcsút vesztek az iskolától, bizonyára felidézitek magatokban az elmúlt évek emlékeit. A kisebb-nagyobb diákcsínyeket, hogyan segítettétek egymás dolgozatírás vagy felelés közben, vagy éppen egy átbulizott éjszaka után a hazajutást. Bizonyára felidézitek, hogyan próbáltatok meg túlélni, vagy éppen megúszni egy-egy dolgozatot. Felidéződnek az elmúlt évek történései. És ez így van rendjén, hiszen a búcsúzás egyúttal a számot is kevés. Kedves ballagó diák, holnaptól új utak várnak rá, és az új utak mindig bizonytalan. Mert a végig nehezebben látható. Ebben áll az élet nehézség. A mai nap azonban legyen az emlékezését és az ünneplését. Emlékezzetek az első szerelmekre, a barátságokra, az osztálykirándulásokra, a nyári vakációkra, a könyvekre, a szavakra, a képekre, a hangokra. Emlékezzetek az iskolára. Mit kívánhatnék nektek utolva? Éljetek az életkívánt a lehetőségekkel, higgyetek önmagadokban, dolgozzatok becsületesen, és soha ne hagyjátok el az állatot. Április Lajossal egy idézőt köszönök el tőledet, az alsó érdeset remélem, és kívánok sok sikeret az érettségéhez, a szakmai vizsgákhoz, és az egész tovább életedhez. Ámulj még, ameddig lehet, amíg a szíved jó utában. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény. Létünk ingoványra épült, mely a sötét, de ha akarjuk, még tűzhet ránk a fény. Egyszer véget érnek múló napjaim, egyszer elmúlnak húzó vágyaim. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig
búcsúz, minden törvénydiák. A vonat utolszor tovább szágolj vele, és nem látom többé kedves iskolát. A ballagó osztályok nevében Szaló Gábor, 12. A-osztályos tanuló búcsúzik iskolától. Tisztelt tanáraim, vendégeim, drága szüleim, kedves diáktársaim! Ünnepi alkalom részesei vagyunk. Eljött az a nap, amire annyira vártunk, búcsút veszünk iskolánktól, tanárainktól, diáktársainktól. A búcsúzás és az újrakezdés vegyes érzései kavarognak bennünk. Nosztalgia, félelem, izgalom, sőt egy kis bizonytalanság. A ballagás nem csak a középiskolás évek végét jelzi, hanem valami újnak, felnőtt kornak a kezdetét is. Az új dolgok, az ismeretlenség pedig bizonytalansággal tölti el az embert. Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kelt fel reggel a nap, idézhetném Halász Judit jól ismert táberét. És valóban, ünnepi díszben áll az iskola, virágba öltöznek a tantermek, mintha a csengő is másképpen szólna ma. Ünneplő ruhát öltöttünk, hogy méltóképpen köszönjünk el iskolánktól, tanárainktól és diáktársainktól. De ünnep van belül a szívünkben is. Mai nap az előretekintésé, a számvetésé, mert jó újra elmerülni azokban az élményekben, amelynek hangulatát nem csak azok a helyszínek árasztják magukból, amelyeket az előbb jártunk végig, hanem azoknak az embereknek szeretetteljes lénye is, akik ezeken a helyszíneken tanárként, barátként és sorstársként mellettünk álltak az elmúlt években, és akik most is együtt ünnepelnek velünk. Kedves tanáraink! Ezúton szeretnénk megköszönni támogatásukat, segítségüket, iránymutatásaikat, és azt a rengeteg tudást, amelyre önök nélkül sosem tehetünk volna szert. Hálásak vagyunk azért, hogy minden problémákkal mindig bizalommal fordulhattunk önökhöz. Köszönjük, hogy bíztak bennünk és bátorítottak minket. Drága szüleim! Hálásak vagyunk féltő gondoskodásatokért, támogatásatokért, és azért, hogy hittetek bennünk. Most kezdődik el igazán az életünk, de azért még szükségünk van a tapasztalataitokra, a tanácsaitokra. Köszönjük, hogy eddig is mellettünk álltatok. Most pedig az alsóbb évesekhez fordulnék. Kívánom, teljesüljenek kívánságaitok, váljanak valóra álmaitok. Töltsétek hasznosan és eseménydúsan az elkövetkező éveket. Végül méltós társaimhoz fordulok. Kívánom, hogy teljesüljenek álmaink, sikerüljön véghez vinnünk kitűzött céljainkat. Sokan állítják, hogy középiskolás éveik szolgálnak a legmaradandóbb élményekkel. Ez egy gondtalan, felszabadult, nagyon boldog időszak. Biztosan így van, de mi az elkövetkező napokban, hetekben életünk egyik legnehezebb időszaka előtt áll, hiszen kezdetét veszi az érettségi és szakmai vizsgák sorozata. Most dől el, hogy tudjuk-e kamatoztatni azt, amit itt kaptunk az évek során. Olyan emberekké váltunk el, akikre méltán lehetnénk büszkék szüleink és tanáraink? Felnőttünk-e a nagy feladatra? Felkészültünk-e az egyre önállóbbá váló életünkre? Meg tudunk-e felelni a kihívásokra? Ballagó diáktársaim! Bízom benne, hogy erre a sok-sok kérdésre mindannyian igennel felelhetünk. Ezekben az utolsó percekben mindannyiunk előtt leperegnek a közös emlékek, tanórák, kirándulások, bulik és az iskolai rendezvények. Petőfi sorait idézve, hajtársaim, értetek a bú, elhagyni fiúk titeket, ez fáj nekem, ez szomorít el. A búcsúzás perceiben ígérjük, hogy az itt töltött évek minden emlékezetes pillanatát megőrizzük szívünkben, és nem feledjük el, hogy honnan indultunk. Az elkövetkező perceiben hallgassuk meg iskolák igazgatójának rövid számvetését az elmúlt évekről, a küzdelmes mindennapokról, végzései kereményeiről. Felkérem Pár Lapi Sándor igazgató urat, tartsa meg ballagási ünnepi
Tisztelt vendégek, kedves ünneplő közönség! Szeretettel köszöntöm Önöket végzős diákjai vallagás ünnepéjét. Búcsúzni jöttünk. Méltó módon szeretnénk lezárni a most vallagó tanulóink itt töltött éveit. Ti, kedves végzős diákjaink, tegnap az iskolában, a vidám vallagás alkalmával, valamint este a szerenáttal és a lampianós vallagással elbúcsúztatok tőlünk, illetve a várostól. Mi felnőttek, ma a hagyományos módon köszönünk el tőletek. Fontosak ezek az alkalmak, hiszen a középiskolás évek mindenki számára meghatározóak. A gyermekként megérkező 14 éves diákok a szemünk láttára váltak érett felnőtté. Minden tanulónkat a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk segíteni a fejlődésben, a tudás és a tapasztalatok megszerzésében. Kedves szülők! Azt, hogy ezek a fiúk és lányok most itt állhatnak, nem csak az ő érdemük, kellett hozzá az Önök gondoskodó szeretete is, biztatása, odaadása, áldozatkészsége. Köszönet ezért mindannyiunknak. Kedves ballagó diákok! Az érettségi, valamint a szakmai vizsgák után elindultok a szélrózsa minden irányába szerencsét próbálni, mint régen a vándorlegények. Van egy kis szorongás is bennünk, vajon készen álltok-e a feladatra, van-e tervetek, mindent beraktunk-e az úti csomagjaitokba. Úgy állunk itt, mint a szülők, amikor távoli útnak keresztül félbeöltött kincsüket a felnőtt lét küszöbén. Felnőttnek lenni jó, mert önállósággal jár, függetlenséget ad és felelősséget. De egyben nehéz is, mert a minket körülvevő világban túl nagy a szabadság, ami bedarálhat, elbizonytalaníthat titeket, és erős az anyagi javak hajszolásának kísértése. Kellenek kapaszkodók, mert nem találjátok meg, vagy könnyen elveszíthetitek a jó irányt. Igyekeztünk közösségben nevelni benneteket, és bízunk benne, hogy megéreztétek, méltó emberi életet csak hitben és szép emberi kapcsolatokban érdemes élni, olyan közösségben, ami biztonságot ad és kiteljesít. Az élet állandóság és változás, megőrzés és megújulás. Ha valamelyik is hiányzik, akkor nem bontakozhat ki a bennünk rejlő tehetség, mert az állandóság nyújtja a biztonságot, a változás pedig ösztönöz a megoldások keresésére, a kihívások elfogadására. Tervekkel, álmokkal, vágyakkal telváltok most itt, de talán még nem értitek, mi értelme volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek. Mi értelme volt a sok tanulásnak, a sok próbatételnek és kihívásnak. Nem baj, ha így érzitek, többet kell lehet élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjétek az iskola, a műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét. Morgan Scott neves amerikai pszichiáter egy helyen a következőt írja. A szellemi fejlődés elősegítése érdekében tesztük próbára a probléma megoldás emberi képességét, mint ahogyan az iskolában is tudatosan megteremtett problémák megoldásával fejlődik a gyermekek elméje. Benjamin Franklin mondta, ami fáj, az nevel. Ez az oka annak, hogy a bölcs emberek megtanulják, hogy a problémáktól nem rettegni kell, ellenkezőleg örömmel kell fogadni őket. Bizony, minden történésnek, jónak és rossznak oka és szerepe van. A dolgok összefüggenek és összetartoznak. Kölcsönösen erősíthetik, de akár gyengíthetik is egymást. Az eredmény a tudás és tapasztalat,
mely előreviszi sorsunk alakulását. Kedves ünnepünk! Három osztály csoportunk, 68 tanuló fejezi be középiskolai tanulmányait, és adszámot tudásáról, felkészültségéről, az érettségi és a szakmai vizsgákon. A 12. osztály 2013. szeptemberében kezdte meg tanulmányait iskolánkban, Németné Csomós Mónika tanárnő irányításával. 35 tanuló iratkozott be az osztályba, most 27 fő készül az érettségére. Sajnos az évek alatt sok létszámváltozást éltek meg, az osztályba érkező tanulók egy-két év múlva kiiratkoztak, vagy másik osztályba kerültek. A tanárnő röviden és tömören így foglalta össze a 4 év eseményeit. Volt itt minden. Nevetés, sírás, siker, kudarc, pótvizsga, létszámváltozás, jó sikerült osztálykirándulások, vinyén, velemben, pinballozás, előkelő és kevésbé előkelő versenyeredmények, jó sikerült diáknapok, csapatépítés. Az osztály tanulói a különböző szakmai és sportversenyeken öregbítették az iskola hírnevét. Az elmúlt tanévben a mezőgazdasági gépforgalmazók országos szövetsége által rendezett mezőgépészek versenyen az osztály ékszészaggatók csapata Gál Ernő, Cseh Bence, Cinder Szabolcs, Gyurász Soma és Hoffman Patrik első helyezést ért el, jutalmuk a Flieg Mühldorfi gyárának látogatása volt a tanév elején. Az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén a házi forduló után 9 tanuló jutott a Szolnokon megrendezett országos döntőbe, ahol Gál Ernő első, Szaló Gábor harmadik, Gyurász Soma negyedik, Németh Kristóf ötödik, Hoffman Patrik hatodik, Cseh Bence tizedik, Márkus Máté 11. Kis Richard 12. és Farkas Milán 15. helyezést ért el. Az elmúlt években a sportban is aktívan részt vett az osztály atlétikában, kézilabdában és az osztálybajnokságban. A fekvenyomó diákolimpia országos döntőjén egyéniben és csapatversenyben is több dobogós helyezést szerzett Áder Benjamin, Hanzer Márk és Cinder Szabolcs. Az iskola 11. B-osztályának tanulói 3 éve kezdték meg tanulmányaikat az intézményben Pavlócki Béla tanár úr vezetésével. A kezdő osztálylétszám 23 fő volt. Az elmúlt évek során folyamatosan változott az osztály tanulóinak létszáma, a mai napig összesen 34 szerepel a beírási naplóban. 2017. májusában végül 20 tanuló fejezi be középiskolai tanulmányait. Az osztály tanulmány eredménye viszonylag kiegyensúlyozott volt, bár szorgalmuk és lelkesedésük az évek múlásával csökkent. Az osztályban járó tanulók kezdetben az iskola legritkábban hiányzó diákjai közé tartoztak, alacsony volt az egyfőre jutó igazolt és igazolatlan hiányzások száma, viszont az utolsó tanévben ez jelentősen megváltozott. Az osztályba járó tanulók közül az idei tanévben iskolámat a szakma kiváló tanulója országos szakmai versenyen Kenderesen, Kalsics Márk és Vida Tibor képviselték és növelték az iskola hírnevét. A megmérettetésen Vida Tibor 3. helyezett, ezért felmentést kap a szakmai vizsgaletétele alól, Kalsics Márk pedig 18. helyezésével mentesült a gyakorlati vizsga alól.
Az elmúlt három évben jó kis közösségé szerveződött az osztály, nagy valószínűséggel a vizsgák után is megmaradnak az elmúlt években kötött barátságok. Annál is inkább, mert az osztály tanulóinak jelentős része az intézményben, a mezőgazdasági gépjavító képzésben folytatja tovább tanulmányait. A 12. F-osztály munkáját Resvados Erika tanárnő felügyelte. Az osztály a 2015-16-os tanévben indult 32 fővel. A tanulók különböző intézményekből érkeztek a felnőttek szakközépiskolájának intenzív, nappali tagozatos képzésére, és hozzáállásukban, elszántságukban is nagyon különbözőek voltak. Ennek köszönhetően nagy volt a lemorzsolódás, az érettségi vizsgáig mindössze 21 tanuló jutott el. Évközben többen munkába álltak, vagy a sikertelen tanulmány eredményei, illetve igazolatlan hiányzásaiaknak köszönhetően lemorzsolódtak. Nagy öröm számunkra, hogy az itt maradók között vannak olyan tanulók, akik már 6 éve iskolán diákjai, hiszen gépészként nálunk szerezték meg első szakmai képesítésüket. Azzal, hogy a továbbiakban is bennünket választottak, és ebben az intenzív érettségére felkészítő képzésben is megállták a helyüket, azt igazolja, hogy iskolán vonzó a diákok számára. A 12. F-osztály tanulói igazi osztályközösségé formálódtak az elmúlt 2 évben, segítették egymást a tanulásban, együtt örültek egymás sikereinek. Az oktatási rendszer átalakulása már őket is érintette, a tanulók jól alkalmazkodtak a változásokhoz. Örültek a testnevelés bevezetésének, a 4 tárgyas érettségi vizsga lehetőségének, 5 tanuló választott tárgyból is érettségizni fog, 1 tanuló pedig emelt szinten történelem tantárgyból. Az osztály tanulói lehetes résztvevői voltak az iskolai foci bajnokságnak, játszottak az iskolai futballcsoportban, és eredményesen szerepeltek az atlétikai versenyeken. Az osztály több tanulója, állandó szereplője volt az iskolai rendezvényeknek, megemlékezéseknek. A ballagó tanulók mellett kiemelkedően jól szerepeltek végzős, mezőgazdasági gépész-technikus diákjaink, a János Kalmán megrendezett országos szakmai tanulmányi versenyen. Az iskolai forduló után 4-en jutottak az országos döntőbe, ahol Völgyi Iván 4., Tormási Patrik 7., így eredményük alapján mentesülnek a teljes szakmai vizsgáról, Húrján Attila 9., és Füzi Balázs 14. helyezést ért el, ezzel a teljesítménnyel mentesülnek a gyakorlati vizsgáról. Gratulálok az eredményesen szerepelt tanulóknak és felkészítő tanárainak. A tegnap esti lampionos ballagáson Ábrahám Alex, 14. K-osztályos tanuló, kiemelkedő tanulmányi munkája, versenyeredménye, példás magatartása és szorgalma alapján Csorna város érdemes diákja elismerésben részesül. Valamennyi végzős diákunknak kívánunk, hogy az érettségi és a szakmai vizsgák lezárásakor elégedett legyen az elért eredményével, és az álljon a bizonyítványában, amit most szeretne látni benne. Köszöntő szavaim végén Radnóti Miklós sorait idézem útra valóról. Ember, vigyázz, figyeld meg jól világot. Ez volt a múlt, emez a vagy jelen, hordoz szívedben. Éld el rossz világot, és mindig tud, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. Köszönöm a figyelmet.
A ballagáson könyvutalmakat és okleveleket vehettek át a csukás legjobb diákjai. A 12. osztályból Gálán Ernő, jó tanulmány eredményéért a szakmacsoportos szakmai előkészítő tantárgyak versenyének első helyezéséért, valamint a mezőgépészet járvány elnevezési országos versenyének első helyezéséért. A jutalomban részesült tanulókat gratulálunk, és munkájukhoz további
sok sikert kívánunk. Érted már, hogy az út mégis szép, légy jó vendég. Búcsúznunk kell, bár vágyunk még tart, képzeld el szívvel, van másikkal. Kérem, hallgassák meg Vasalbert Búcsú elégje című versenek részleteit Horváth Krisztina 12. F-osztályos tanuló előadásában. Vasalbert búcsú elégje. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. Csak állat volt a régi jó világ. És mint a fecske a kunyati szélre, ma szárnyat bontott egy seregdiák. Virincs lehullott, vígan zeng az ének. Szabadok vagyunk, nagyon szabadok. Mégsem felelnék, hogyha kérdeznétek, e szabadsággal boldogabb vagyok? A lomb lehull, majd újra véreseltem. Az örök időktől így rendeltetett. Mégis miért van, hogy így szabadság nyertem, mégsem találom ki régi kedvemet. Mert az álmok nem várnak alóra, a páraszár megfoghatatlanul. Ott fent, mintha örömrózsából volna. De jaj, nagyon fáj, hogyha visszahull. Elindulunk az életrengen útra, beszállásra vár a sok pici felé. Hogy látjuk-e még, csak azt Isten tudja. Kékes köd fette régi partjaim. Kedves Ballagó diáktársaim, nézzetek tanáraitokra, akiknek ajkán mindig ott bujkál a mosoly. Köszönjétek meg nekik az útra valót, amit vidámság és felépített furcsa elejében nyújtottak át nektek. És nézzetek szüleitekre, akik büszkén állnak itt, mert tudják, hogy jó úton indítottak el benneteket. Látják, hogy a sok figyelem és áldozat nem volt hiába való. Ballagó diáktársaim, emlékezzetek és ünnepeljetek, őrizzétek jól az itt megélt élményeket. Az elkövetkező hetekben pedig tisztességes helytállással, becsületes munkával, emelt fővel és jó eredménnyel zárjátok középiskolai tanulmányaitokat.